Április 1-től szerdától a Tolna megyében indult közigazgatási perek átkerülnek a pécsi törvényszékre. Az országban hasonló dolog történik minden ilyen perrel. Szerdától ugyanis közigazgatási pereket már regionális szinten tárgyalnak csak. Tolna megye illetékességi területe a pécsi törvényszék illetékességi területéhez fog tartozni, tehát eztán közigazgatási ügyben a pécsi törvényszék fog eljárni első fokon, ezen ügyek felülbírálatát pedig a kúria fogja elvégezni. A korábbi közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesen átalakulnak ezután. A munkaügyel kapcsolatos eljárások Tolna megyében a szekszárdi törvényszékhez kerülnek első fokon, másodfokon pedig a pécsi ítélőtábla tárgyalja majd az ilyen eljárásokat. 2020. március 31-ig az elektronikus vagy papír alapú munkaügyi, illetve közigazgatási bírósághoz érkezett kérelmeket még ide kell benyújtani hozzánk. Ezeket mi iktatjuk, illetve amennyire még lehetőség van, elbíráljuk. Amennyiben pedig már nincs rá lehetőség, akkor ezeket a bíróság megküldi az illetékes új bíróságnak, tehát az ügyfeleknek nincsen teendőjük. Az ügyfeleket emellett értesítik a bíróságok, hogy a jövőben melyik szervezeti egység dönt majd a pereikről.